Albert Tamás, a Borsodabói-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság kiemelt főnyomozója, más szerepben álmodott egy nagyot. Színpadra vitte azt a bibliai történetet, mely szinte valamennyi korosztály számára ismert. Noé bárkája, avagy a vízözön legendája elevenedett meg a színpadon. Nem csak a nézőközönség soraiban voltak jelen a különböző korosztály képviselő érdeklődők, hanem a színpadon is a gyerekektől a felnőttekig több korcsoport lépett fel a két részes musicalben. Régi történet, viszont nem volt még ilyen musicali dolgozva varázsolva. Elég hosszú, rögös út volt, több mint egy évig tartott, amíg ezt megírtuk. De úgy érzem, most már megérte, sikerült egy olyan kis ütőképes csapatot összekovácsolni, és ahol megfordultunk itt a megyeszerte, mindenkitől abszolút pozitív visszajelzést kaptunk ebből a dologból. Azt kell mondom, hogy a rendőrségen dolgozom nyomozóként több mint 10 éve. Az ember a munkája során annyi szörnyűséget, borzalmat tapasztal, hogy valamilyen szinten mindenképpen ki kell szakadnia ebből a dologból. Mondhatom azt, hogy minden kollégámnak van egy ilyen hobbija, valaki horgászik, vadászik, hegyet mász, én ebbe találtam meg az egyik műfajban. Amikor a műhely létrejött, akkor szerettünk volna egy saját műzikelt a színpadra vinni, és a Noé bárkájára esett a választás, de mindenféleképp úgy szerettük volna ezt megcsinálni, hogy széles rétegekhez szóljon. Tehát egész a kisgyerektől, az egész idős emberekig élvezhető legyen. Próbáltuk a bibliai történetet megtartva, teljesen a mai korba átültetni ezt a dolgot. Úgyhogy egy éves munka volt, de én úgy gondolom, hogy sikerült nagyon sok szint vinni ebbe vele. Bármilyen furcsa, ennek a musicalnek bűnmegelőzési célja is van. Mennyire nagyszerű érzés az, hogy megmozgatjuk ezeket a gyerekeket, felnőtteket, a szülőket, és tényleg az, hogy nem a parkban vannak, nem káros szenvedélyeken élnek, nem a számítógép előtt, hanem mindenképpen mozognak, táncolnak, énekelnek, és tényleg úgy érzem, hogy egy év alatt sikerült egy olyan kis ütőképes csapatot összekovácsolni, mindenki mindenkinek a barátja, a picit a nagy, akik mindenki egymás mellett kitart, folyamatosan viszik egymást felé, hogy minden jobb és jobb legyen. A közel két órás musicalt már most több helyütt szeretnék vendégül látni, a történetnek és az egyedi feldolgozásnak köszönhetően, tette hozzá az ötletgazda.